Nyílt napot szervez a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Közigazgatás Tudományi Intézete. Erre hívja fel a figyelmet a következőkben Balog Márton, az intézet tanára, egyetemi docens, akivel a szaknyújtotta lehetőségekről, valamint az elhelyezkedési esélyekről is beszélgetek a továbbiakban. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van, és hogy az eső ellenére sikerült ide jutni, ugye a nagyon-nagyon forgalmas Kolozsvárban. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Tanár úr, 2018-ban, azaz tavaly indult el ugye a közigazgatás szak magyar vonala, magyar nyelven. Mik az eddigi tapasztalatok, miről lehet beszámolni? Hát így van, a tavaly indult el először, ugye a mesteri, mind az alapképzés, és számukra rendkívül pozitív tapasztalatokról tudunk mesélni. Alapvetően kics csoportokkal dolgozunk, úgy az alapképzésben, mind a mesteri tagozaton, és az igazság, hogy nagyon jó diákokat sikerült toborozni. Ez jó hír. És egy nagyon jó csapatokkal dolgozunk, úgy az első évben, az alapszinten, mind a mesteri tagozaton, és próbáljuk ezt a programot egy kicsit még finomítani, mert egyértelműen, mivel első évfolyam, akkor még van rajta finomítani való. Próbáljuk a nemzetközi partnerekkel közösen bevonni a képzésbe, és a diákoknak minél gyakorlatorientáltabb képzést biztosítani. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mire fektetik a hangsúlyt, mert hogy a mai diák az inkább a gyakorlatot szeretné, legalábbis ez az általános tapasztalat, kevésbé az elméletet. Itt hogyan tudják megoldani, hiszen azért az elméleti tudás, ugye a jogi szaktudásnak azért ott kell lennie. Egyértelműen, hogy nagyon fontos az gyakorlat, viszont a gyakorlatot is úgy kell képzelni, hogy kell létezzen egy alap, amire a gyakorlatot építsük. Így, mivel első évfolyamról van szó, első fél évben inkább elméletiesebb tantárgyak voltak, most a második fél évtől már kezdődnek a gyakorlati tevékenységek, az első éves diákjaink Bukarestben voltak egy tanulmányi útba, nyáron mennek Magyarországra Szőcsi Izabel a kolléganőmmel a pannonhalmi nyári szakmai tevékenységre, ahol két hetet ott lesznek, és majd akkor különböző tevékenységeket fognak végezni a pannonhalmi önkormányzat érdekében. Próbáljuk minél gyakorlatorientáltabbá tenni, és minél inkább bevonni a diákokat. Jövő héten pedig egy konferencia lesz, ahol megpróbáljuk az egyetemi a tanárokat, az oktatókat, diákokat összevonni, és azokat a diákokat, akik esetleg kutatási elképzelésük van, azokat egy kicsit támogatnia. Értem. Itt az előbb nemzetközi partnerekről beszélt, ugye, és Pannonhalmát is itt most említi, hogy oda is mennek a diákok gyakorlatra. Kikkel, vagy milyen önkormányzatokkal sikerült partnerséget kötni, és hogyan működik ez gyakorlatilag? Hát főképpen nekünk egyetemekkel van kapcsolatunk, egyértelműen magyar tagozatként a magyarországi közigazgatási tagozatokkal, Corvinus Egyetemmel egy nagyon rég, több tizenvalahány éves tapasztalatunk van, közreműködésünk, és itt sikerült bevonni a corvinusi tanárokat, akik nálunk oktatnak. Az első fél évben két kollega volt, Német András és Gajdusek György, akik jogi, meg közgazdaságtani ismereteket adtak át a hallgatóknak. Ebben a második fél évben is a Metropolitan Egyetemnek volt rektora, Vas László fog jönni előadni nekik. Szóval próbáljuk egyrészt az egyetemekkel, de ugyanakkor próbáljuk gyakorlati szakemberekkel is, vagy gyakorlati egységekkel is összehozni őket. Belügyminisztériummal voltak beszélgetésünk Magyarországon, mind Romániában, és próbáljuk a diákokat bevonni minél inkább ezekbe a gyakorlatias tevékenységekbe. Miért tartják fontosnak, hogy megismerje a diák a magyarországi adminisztrációt, vagy akár mehetünk tovább is, nyugati államok adminisztrációját, amikor ugye hát többnyire azért gondolom, hogy ha román meg magyar szaknyelven tanítják neki a tudást, akkor lehet, hogy itthon fog maradni, és a hazai adminisztrációban fog majd dolgozni. Egyértelműen, hogy mi a hazai piacra képezzük őket, és azt szeretnénk, ha mind itthon maradnának, és itthon kamatoztatnák az ismereteiket. Viszont azáltal a közigazgatás területén is, mint bármilyen tudomány területén nagyon fontos az, hogy nemzetközi kutatási központokkal, nemzetközi tendenciákat megismerni, mert azt észrevehető, a közigazgatás persze a jogi szabályozás, a közigazgatási rendszernek az egyedi, az román, arról sokat külföldön nincs mit tanulni, viszont a közgazdaságtani vagy a menedzsmenti vetületére nagyon fontos, hogy létezzenek ezek a kapcsolatok. Kapcsolatok, amely emberek között kialakulnak, mi hallgatóink esetleg Corvinus Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Metropolitan Egyetem hallgatói közül, de ugyanakkor
akkor a mi hallgatóink ismerkedjenek meg, hogy mik a nemzetközi tendenciák. Európai Unió tagországa vagyunk, és egyértelmű, hogy Európai Uniós szabályozások befolyásolják a román közigazgatás működését is, szeretjük, nem szeretjük, ez van. És ebből kifolyólag számunkra nagyon fontos, hogy nem csak magyarországi, de nem csak magyarországi közigazgatási iskolákkal, kutatóműhelyekkel, non-profit szervezetekkel, közigazgatási intézményekkel összekapcsoljuk a hallgatóinkat. Úgy gondoljuk, hogy ottani tapasztalatokat átvesznek, majd hazajönnek és itthon kamatoztatják, akkor mindenkinek az élete kicsivel jobb lesz. És mindenki csak nyerni fog majd belőle. Tanár úr, itt az a kérdés is megfogalmazódik bennem, ugye, hogy mondta, hogy a hazai piacra termelünk, tehát a hazai piacra tanítják a diákokat. Ellenben a hazai piacon vajmi kevés az az önkormányzat, ahol ugye magyar szaknyelvet használnak, mint olyan. Hogyan tudják megoldani, hogy a magyar tanítás mellett azért a szaknyelv valahogy románul is belekerüljön az ő tudásbázisokba, éppen azért, mert soha nem lehet tudni, hogy melyik önkormányzatnál fognak elhelyezkedni. Persze. Ez így van, és ez volt az egyik javaslat a diákainknak, hogy még inkább próbáljuk meg, mert azért az első fél évben próbáltunk kizárólag magyarul oktatni nekik, és ők azt mondták, hát ők szeretnék megismerni például a közigazgatási jogi kifejezéseket úgy románul, mint magyarul, és egyértelmű, hogy azáltal, hogy ők mi a közigazgatási intézetünk, a magyar tagozat, az közösen van a román tagozattal, úgyhogy a román tagozatos kollégáikkal közösen mehetnek konferenciákra. Van olyan eset, amikor meghívunk román kollégákat is, akik előadnak nekik. Szóval mi próbáljuk azt, hogy elérni, hogy ők magyarul is tudják a szaknyelvet, de ugyanakkor románul is megállják a helyüket, mert egyértelmű sokan közülük nem egy szintiszta magyar közösségbe fognak tevékenykedni, hanem lehet egy román többségű városokban. És azt is valljuk be őszintén, ugye, hogyha egy szintiszta magyar közösségre gondolunk, akár Székelyföld bármelyik önkormányzatára, azért úgy gondolom, hogy ott is a szaknyelvet románul használják. Tehát, hogy a különböző törvényeket, különböző szakpapírokat, bármi, a formulár az ott is formulár, ugye sajnos rendben van. Egy másik kérdés is megfogalmazódott bennem, mégpedig amikor azt mondja a tanár úr, hogy a emberi kommunikációról van szó, ugye, ismerkedési lehetőség, jogszabályokról van szó, és megfogalmazódik bennem, ugye, hogy a közigazgatás tudományok a politika tudományokkal és a kommunikáció tudományokkal egy fedél alatt létezik, mint kar, mint szak, ugye. Hogyan tudják az interdisziplinaritást bevinni? Tehát hogyan tudnak táplálkozni abból, hogy ott vannak a politika tudományosok és ott vannak a kommunikációsok? Hát ez egy másik elképzelésünk, ami bizonyos mértékig sikerült, ez is, hogy a diákokat próbáljuk közös kurzusokra elküldeni, ahol politikatudományi kollégáikkal, újságírósokkal, kommunikációs diákokkal, vagy földrajzos, vagy közgázis kollégáikkal ismerkedjenek, ismereteket, tudást cseréljenek egymás között, és kommunikáljanak, barátok legyenek. Ez számunkra fontos, és a kurzusaiknak 30% az közös kurzus más tantárgyak, mert a közigazgatás úgy önmagában nem egy önálló tudományág, hanem úgy a menedzsment, közgazdaságtan, jogi vetülete van, és nagyon fontos egy jó közalkalmazott azért ismer, tudjon a jogi szabályozásokat, de akkor közpénzügyi dolgokról is értsen, menedzsment típusú ismeretekkel is rendelkeznie kell. És akkor ugye a beszélgetésünk apropóját az adja, hogy holnap, május 7-én nyílt napot szervez a közigazgatás tudományi szak. Erről mondjon nekünk néhány dolgot. Miért érdemes ellátogatni oda? Így van. Holnap délután 5 órától a Bányász utcai székhelyünknél, a T2-s teremben egy nyílt nap típusú rendezvényt fogunk megszervezni. Valójában azt szeretnénk bemutatni a kedves érdeklődőknek, hogy a mi karunkon is lehet nyugati standardok szerint tanítani, és azáltal, hogy az oktatóink nagyon is odafigyelnek a mostani generációnak, milyen oktatási elvárásai vannak. És fogunk beszélni arról, hogy hogyan alakul ki a tanterv, hogy hogyan oktatunk, hogy csempészünk be gyakorlati ismereteket az elméleti kurzusokba, hogyan próbáljuk bevonni a diákokat a tevékenységekbe. Értem, és itt azt mondják, hogy a nyílt nap keretén belül beszélgetünk a Z-generáció tanulási sajátosságairól is. Hogyan fogalmazná meg a tanár úr ezeket a tanulási sajátosságokat? Mit gondol a mai tanár erről a mai Z-generációról?
Igen, itt a kolléganőm Bellényes Jemes, olyan Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek docense, Makovecz ösztöndíjjal egy fél évig nálunk tartózkodik, és őt kértük meg, aki szakmai tréner, hogy egy ilyen típusú előadást tartson. És Jemes nagy vonalakban úgy foglalta össze, hogy megpróbáljuk egyrészt bevonni a számítástechnikát az oktatásba. Megpróbáljuk minél több online eszközt használni. Minden, ami kütyű. Igen. Igen, mert ez nagyon érdekes, igen, és nagyon vonzó, és sokkal interaktívabbá teszik a kurzusokat. Ugyanakkor megpróbáljuk ezeket a gyakorlatias dolgokat az oktatásba becsempészni, nem elméletekről beszélünk, nem absztrakt fogalmakról, hanem megpróbálunk minél gyakorlatiasabb dolgokat bevinni a képzéseinkbe, és ugyanakkor az emberi kapcsolatokat is megpróbáljuk ápolni, mert az lehet, hogy fontos a mostani generációnak, nem csak kütyűből áll a világ, hanem emberi kapcsolatokból, kapcsolatrendszerből, kommunikációból is. És hogyan látja, mekkora az elhelyezkedési esélyük ezeknek a fiataloknak? Tehát itt ugye beszéltünk partnerségekről, ami bizonyos önkormányzatokkal működik, de hogy hány szakembert képeznek gyakorlatilag egy évben? Mi kis csoportokkal dolgozunk, egy 12 diákunk van a mesteri tagozaton, 7 diákunk az alapszinten. És gondolom, hogy felmérték a piacot e kapcsán. Mik a mutatók, tehát merre fele tendál? Hát mi egy 10-15-ös csoportokkal szeretnénk dolgozni, úgy gondolom, hogy ezekkel a kis csoportokkal akkor oda tudunk figyelni mindegyik egyén igényére, és nem csak nem nagy számokba gondolkozunk, hanem kis számokba, de minőségbe. És úgy látjuk, hogy az elhelyezkedési lehetőség az rendkívül nagy. Az utóbbi években a közigazgatásban a bérezés is viszonylag ez növekedett, igaz, és sokkal vonzó akár a fiatalok számára. Van, a fiatalok számára egyrészt, és létezik egy előregedési tendencia azért a közigazgatásban, és úgy gondoljuk, hogy jól képzett szakemberek bármikor megkapják a helyünket. Hogyha megnézzük a román kollégáikat, ahol már léteznek végzősök, azt veszük észre, hogy a román tagozaton például mesteri szinten másodévben mindenki dolgozik. Sokan közigazgatásba, sokan non-profit szervezetekbe, és léteznek olyanok, akik nyelvtudásuk miatt, meg azáltal, hogy ismerik a Tomisen számítógépek, különböző programokat használnak, akár magáncégekbe is, multinacionális vállalkozásokba is dolgoznak. Szóval szerintünk ez az elhelyezkedés, nem, ilyen kis számok nem lesz gond. Értem, tehát, hogy nem okoz majd problémát. Tehát, hogy akkor még egyszer ismételjük meg, május 7-e, azaz holnap, hány órától várják az érdeklődőket? Délután 5 órától a Bányász, vagy Minérilor utca épületünkbe várjuk a T2-es terembe. A T2-es terembe, ahol ugye további információkat tudhatnak meg arról, hogy mi is a közigazgatás tudomány, és hogyan lehet azzal ugye jól boldogulni az életben. Köszönöm szépen, tanár úr, hogy eljött, és mindezekről beszámolt. Köszönöm szépen a meghívást.